reggelt kívánok mindenkinek! November 2-án csütörtök reggel. Hát én úgy tudtam, hogy megreggelizek. Szerintem már megvan edett. Kérem szépen, butter chicken with lens. Vagy csirke lencsével. Nem az a neve. Mert az a neve. Az a helyzet, hogy ugye az utóbbi fél évben, mióta leszálltam a Leaperről, nem hoztam el a kaját. Mindig olyan kajára tettem, ami hús. Felesér. És kijött, az kijött bennem a köszvény. Már egy 3-4 hete attól szenvedek a köszvénytől. Nagy a húcsavam a hústól. A nagy lábujjamba úgy elkezdett fájni, hogy menni elő tudtam. Most, hogy kezdek enni, visszatérni erre a meleg kajára, meg fehér húsokra, meg ebben jobb már a csirkemell van, mint ebbe is. Szép lassan kezd javulni a lábam, kezd kivenni belőle a köszvény. Nem gondoltam, hogy a köszvény egyébként ilyen fájdalmas betegség. Ami hihetetlen fájdalmas. Lencsefőzéket, lencselevest nagyon szeretem, de érdekes módon, hogy a sárga borsót nem tudom megenni, semmilyen formában. Egyszer nem szeretem. Lencsét meg ilyen.
közelédet az a megyek. Nem néz ki finomnak, de finom. Hegesztenek a gépen, de azt mondja, fél 9 aztán még nem jött mixer. Ez elég jó zár az edény végre. Igaza van annak, aki azt írta, kéne bele egy kis sütőpapírt tenni, akkor nem égne le. Lehet, hogy megfogom tanácsot. Van benne valami. Én egyébként otthon is, ha sütök valamiért valamit, nem hús, hanem mondjuk süteményt, teszek alá sütőpapírt. Jó dolog. Most kezd helyrejönni a lábam. Először azt hittem egyébként, hogy mostanában rászoktam a mangó evésre. Sok mangót eszek.
az most azt hittem, hogy attól van a lábamban a fájás. De úgy látszik, hogy nem. Nem, mert látjuk. Majd meglátjuk. Beszélni most egy kicsit. Nincs semmi téma. Nincs semmi téma, nyugalma van a világban. Minden szentet napja van egyébként. De nem, halottak napja van, tegnap volt minden szentek. Rosszul mondom. Minden szentek volt tegnap, és ma van halottak napja. Szoktunk elmenni Westminster apátságba gyertyát gyújtani. Nem is a Westminster apátság, a Westminster katedrálisba. A kettő nem ugyanaz egymástól, nem is, mert nincs messze egymástól a Westminster katedrális, mert gyönyörű szép nagy templom, és van a Westminster apátság, ahol ugye ezek a estődözni szoktak a hercegfiak. Ott szoktak esküdözni több-kevesebb sikerrel. És van, nem messze tőle van a Westminster katedrális, vagy egy tégla építészetnek egy csodálatos szép példánya. Gyönyörű szép katedrális. Itt lehet gyertyát gyújtani. Össze a fúrógépet. Most belehúztak jól ebbe a három napba, elmúlt három napba. Letoltunk vagy 250 szölöpöt biztos. Körülbelül.
képvisel, mert a Szigetnek az egyik az öt kötelezően viselt elem közül a turbán az egyik. Pontosabban nem a turbán, hanem a nyíratlan hajén szakál, és a turbánnal kötik egybe, hogy a hajót ne lógjon össze-vissza, ezért turbánnal fogják össze a hajukat. Ugyanis öt kötelező elem valamit egy hitfű szintnek viselni kell. Nyíratlan hajén szakál, fa karkötő, kés, vászon alsó nemű, és egy fésű. Ezt az ötnek, ezennek az öt elemnek minden szintnél ott kell lenni. És meg kell, hogy legyen. Most a hajukat, azt a turbán miatt, mert semmi közül a törökökhoz egyébként, az égattabrákra semmi közül a törökökhoz, vagy az arabokhoz, de azért kell a turbánt viselni, abban fogják össze a hajukat. Na most az öreg szik, aki itt áll, ez tök kopasz. Már megfigyelt, egyszer szétcsúszott a turbátja a feje tetején, tök kopasz a csávó. Csak hogy ugye ne kelljen neki viselni ezért sisakot, ezért inkább turbát visel. De mondom, nem indokolja semmi, mert tök kopasz az öreg. Igen.